A Magyar Nemzeti Bank értéktár programjának segítségével sikerült megszereznie a Szépművészeti Múzeumnak az egykori Európa hírű Bedő gyűjteményből 16 műtárgyat. Az egyik fontos dolog, amit így nem tudom, hogy mennyire evidens bárkinek is, akár a nézők számára is, ugye, hogy Magyarországon azért limitált, főleg azt, amit mi mondjuk Szépművészeti Múzeum tud vásárolni, festmények, aztán szobrok meg kifejezetten, ami olyan kvalitású és olyan minőségű, hogy egyáltalán bekerülhet gyűjteménybe, vagy érdemesnek tartjuk, hogy bekerüljön, hogy kiállíthassuk. Tehát nagyon kevés az ilyen műtárgy. Szobroknál kifejezetten kevés, festményeknél is viszonylag kevés, tehát nem olyan nagy a mozgásterünk. Tehát hogyha van egy ilyen lehetőség, hogy egy gyűjteményből tényleg kvalitásos műtárgyak be tudnak kerülni, és van erre mód, hogy ezeket megvásároljuk, akár MNB értéktár keretében, akkor ez egy nagyon fontos lépés a gyűjtemények számára. A 16 műtárgy között 3 régi szobrot, 3 régi festményt és 10 grafikát köszönhetünk. 16 műtárgyon 4 gyűjteményi osztály osztozik. Ez a 16 tárgy egy jelentős szegmense az egykori Európa hírű Bedő gyűjteménynek, amelynek nagy része sajnos szétszóródott Európában, és a itt maradt, Budapesten maradt kollekcióból a legszebb darabok kerülnek most a Szépművészeti Múzeumba. Most, amiket felajánlottak az örökösök vásárlásra, azokat átnéztük, és igazából a legjobb minőségű műtárgyaikat, a legjobb kvalitásúakat igyekeztünk megvásárolni, hogy a Szépművészeti Múzeum 2018-as nyitásán be tudjuk mutatni állandó kiállításba, tehát olyan tárgyak kerüljenek be, amik annak is egy kiemelt darabjai tudnak lenni. Bedő Rudolf azok közé, a gyűjtők közé tartozott, akik kiváló ízléssel rendelkeztek, és nagyon tudatosan, nagyon okosan gyarapította a gyűjteményét. Ahogy ő mondta, ezekből az építőkövekből egy épületet emelt ő a gyűjteménye, mint egy alkotás, egy személyes teljesítmény értékelhető. Úgy tudta a Bedő család megőrizni a gyűjteményét, hogy gyakorlatilag hallgatott róla. És ezért ezek kevés ismert műtárgyak, úgyhogy vélhetően idővel tényleg tudnak vonzani be látogatókat, úgyhogy mi is foglalkozunk velük, többet fogunk tudni róluk, és többet tudunk elmondani. Ezen túl meg tudtam a Bedő gyűjtemény, Bedő család örököseinél, és vannak olyan iratok, ami remélhetőleg azt is elősegíti, hogy egy-egy műtárgynak az előtörténetét tudjuk. Tehát, hogy milyen gyűjteményből, vagy esetleg milyen aukcióról került be, honnan került be pontosan, ezek folyamat, hogyha ezeket az információkat meg tudjuk szerezni, ezek rendszerint növelik magának a műtárgynak is az értékét.